Szeptemberben 4-0-ra simán legyőzte a DVTK hazai pályán a Szent Mihályt, de ezúttal a Szent Gellért Fórum volt a helyszín. A 6. percben ennek megfelelően az első nagy helyzet a sötét mezes hazaiak előtt adódott, de Pap Szidónia éppen hogy elvétette a kaput. Ahogyan a 18. percben is tévedett egy kicsit Milena Knezevic, miután Pap átadását követően lefutott a Somogyi Diánát. A 33. percben viszont a vezetést a DVTK szerezte meg. Kriszanti Vojla beadása után Németh Zsófia hibázott nagyon nagyot, ezt pedig Nagy Lilla kihasználta, 0-1. A 37. percben pedig ráadásul 11-eshez is jutottak a vendégek. Krisztin Sárával szemben Farkas Nina volt szabálytalan, Alafi Beatrix büntetőt ítélt. Nagy Lilla könyörtelen volt, 0-2-re alakította az állást. A 42. percben viszont jött a válasz. Egy remek akció végén Ivana Trbojevic szépített, 1-2. A 43. percben Nagy Lilla kis hián visszaadta a kölcsönt Krisztinnek, aki a nagyszerű beadás után ügyesen fejelt, de Csontos Zsanett pazarul védett. Még az első félidő hajrájában Trbojevic indított a kiválóan Knezevicst, de Böröc Bettina tökéletesen jött ki a kapujából, így a szegedi helyzet úgy nézett ki, hogy oda lesz. Ám a kapus megsérült, Knezevic pedig ezt kihasználta, és végigcsinálta gólig. 2-2. Így a félidőre döntetlen lett az állás. A szünetben a DVTK kapusát le is kellett cserélni. A helyére Ádám Anna érkezett. Egész héten álszántan és lelkesen készültünk erre a mérkőzésre, és tényleg úgy mentünk bele, hogy mindenki a maximumot adja. Jól kezdtük a mérkőzést, tudtuk tartani a labdát, voltak helyzeteink is, sajnos mi kaptuk az első gólt, aztán kaptunk még egyet, ami egy kicsit megtört minket, ugye a fél időben vissza tudtunk állni. A második fél idő viszont ismét a DVTK-nak indult jobban, Nagy Panna lövésébe ugyanis Sladanem Micic ért bele kézzel, így újabb büntetőt kapott a vendégcsapat, amit Nagy Panna értékesített. Egy lövés után kézre pattant a labda, ezért mutatott a Spori a 11-es pontra. Ezután a Nagy Lilla átadta nekem a lehetőséget, hogy elvégezzem, és éltem a lehetőséggel, belőttem a 11-est. Az 53. percben aztán már a másik oldalon tüzelt távolról Sanda Malesevic Trbojevic passza után, de nem talált el a kaput. Viszont Trbojevicsel szemben a 16-oson belül szabálytalankodott Somogyi, hiszen rálépett a lábára, de ezt a játékvezető nem látta, így nem ítélt büntetőt. A túl vehemesen reklamáló Koncsolt asszisztens edzőnek pedig még kiosztott egy sárga lapot is. A 61. percben aztán egy átlövéssel próbálkozott Trbojevic, de megfogta a labdát Ádám Anna. A 73. percben viszont nem tudta, sőt hibázott egy szöglet után, de Trbojevic fejese után Balázs Csilla a gólvonalról mentett. Utána pedig a hazaiak azt reklamálták a játékvezetőnél, hogy Vojla kézzel ért a labdához, ami igaz, ám Alafi szerint ezúttal sem kellett büntetőt ítélnie. A 78. percben egy szögletet követően Knezevic lőtt távolról, de nem talált el a kaput. A 87. percben aztán megint Trbojevic veszélyeztetett, de addig várt a lövéssel, míg Sajn Anna utolérte és blokkolta a próbálkozását. A szögletet követően Sidney Kosó lövését pedig Nagy Panna blokkolta már kézzel, de a játékvezető sípja ismét néma maradt. Alafi Beatrix több nagy hibát is elkövetett ezen a mérkőzésen, amik leginkább a hazaiakat sújtották. Konc Zsolt újfent reklamált is, amiért aztán kiállította a bíró. Gól pedig már nem született a meccsen, így a végeredmény Szent Mihály DVTK 2-3. Végig nagyon küzdött az egész csapat, és kevesen múlott, hogy
Az a baj sajnos, hogy sok helyzetet kihagytunk, illetve a játékvezető is a másik csapatnak fújt. Jobban akartunk, és végre kijött az, hogy küzdöttünk, és látszódott is az, hogy mi akarjuk jobban megszerezni a lepattanó labdákat, a helyzeteinket pedig végül kihasználtuk, és szerencsénk is volt. Sajnos nagyon sok hibát követtünk el hátul, 3 gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, attól függetlenül, hogyha voltak is nekik lehetőségeik, de én azt gondolom, mind a 3 gólnál óriási egyéni hibát követtünk el, és hiába rúgunk 2 gólt hazai pályán, hogyha 3-at kapunk, akkor nem lehet más az eredménye, sajnos, hogy elviszi az ellenfél a 3 pontot. Én tudtam, hogy szoros mérkőzés lesz, mert ez a Szeged már nem az a Szeged, akivel összejátszottunk, és tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de én azt gondolom, hogy küzdeni akarásból ma felülmúltuk a Szegedet. Győzelmével a DVTK az 5. 27 ponttal, míg a Szent Mihály a 8. 16 ponttal.